Zenéltek, táncoltak, verset és mesét hallgattak, festettek, rajzoltak, a cigány horoszkóppal ismerkedtek a Roma Kultúra Világnapján résztvevő vendégek Szekszárdon. A múzeumnak feladata, hogy bemutassa a kultúrát, és nem csak a többségi kultúrát, hanem nemzetiségi kultúrák is ugye beletartoznak. Magyarországon a cigányság a legnagyobb nemzetiségi csoport, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy az ő értékeiket, az ő kultúrájukat is bemutassa a múzeum. Több intézmény tanulói, egyesületek táncosai, illetve zenekar adott műsort a teltházas rendezvényen. 53 kisebbségi önkormányzat működik települési szinten, és legalább ugyanannyi civil szervezet. Minden egyes civil szervezet vagy roma önkormányzat ezt a napot megünnepli, és a múlt és a jelent úgy köti össze, hogy egyrészben megemlékezik, de egyben a jelenben meg bemutatja azokat a hagyományokat, amit minden nap megélünk. A Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervez az idei évre más kulturális programot is. Ő nem ismer színt, nem ismer nemeket, nem ismer nemzetiségeket, hanem azt a közösség építést ismeri, és azt is szoktam mondani, hogy ha világnyelvről beszélünk, az a zene, a muzsika, de mégis más, hát mindenkinek más. Ha most azt mondjuk, hogy nemzetközi roma nap is, hát ennek az apropójából vagyunk itt, akkor természetesen a cigányzenéről kellene beszélnem, ami azonban nagyon összefonódik az autentikus népzenével is. Ugyanis az autentikus népzenének az igazi ősi hordozói, az adatközlői, azok a cigányzenészek voltak, mert a úgynevezett nem cigányság, én így nevezem a magyarságot, mert mi is magyar emberek vagyunk, a nem cigányság körében nem igazán volt ez megélhetési forma, és a cigányok akkor megjelentek, akkor igen, ezzel elkezdtek foglalkozni. És ezt az ősi népdalokat átvették, magukéra formálták, és ez azért utalok erre, mert hogy azért a cigányságnak a művészetében, a habitusában a virtuózitás az megvolt benne, a temperamentum, és természetesen magukra formálva ezeket a népzenei ősi hagyományokat, hát megjelentették úgy, hogy adatközlő szinten adták át népzenegyűjtőknek, népzenekutatóknak. 1971 óta a cigányság legfontosabb nemzeti ünnepeként tartja számon április 8-át.